Hello, hello, szevasztok srácok, szép délutánt mindenkinek, augusztus 25-e van, kedd délután, és a chatbox még mindig baszakszik, már bocsánat, de nem tudom mi a baja, az alsó sort itt nem írja ki, ott len, és halára idegesít, ott van egy üres hely az alsó, nem tudom, hogy mi van, de megőrít, de nem tudok vele mit csinálni, valami bebagolt a rendszerbe, fogalmam sincs. De ez nem lényeg, a lényeg az, hogy folytatjuk a Football Manager sorozatunkat, az NB2-ben a Nessai FC-vel pörgünk ezerrel tovább. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, megint csodálatosan sokan vagytok egyébként, ez számomra mindig öröm. Illetve a tegnapi F1 stream után, nem tudom, néha így rám jönnek ilyen hülyeségek, és igazából így ezt havonta elmondom, nem tudom miért. A lényeg, mostanában annyira pörög a Twitch, olyan sokan vagytok, és olyan sokan iratkoztok föl, meg csíreltek, meg donételtek, hogy így kezdem azt érezni, hogy nem tudom rendesen megköszönni mindenkinek, és csak így átpörgök a donationökön, tessék, mert olyan gyorsan jönnek, hogy így nem tudok már egyszerűen velük így tartani a lépést. És szóval így bocs, csak így ezt akartam elmondani, hogy remélem, hogy senki nem sértődött meg, vagy akinek kihagytam esetleg a szábját, vagy donationjét, meg ilyenek, hogy szóval sorry. Tehát, hogy igyekszem, de hát pereg a biznic. Szóval a havi ciklus, igen, zombi az. Szóval köszönöm szépen a sok szupportot, igyekszem nem kihagyni senkit, de néha nem egyszerű. Például Tardigráda is tegnap olyan subgrief bombot nyomott, és nem volt időm így újongani meg, szóval nem akarok hálátlan lenni, remélem, hogy ez átjön. Szóval ja, köszönöm. Csak így nem tudom, néha így bekattan ez, hogy így bazzeg, nem köszöntem meg rendesen a szábokat, és hogy nem, na mindegy. Befejeztem. Nem tudom, néha vannak ilyenjeim, hogy nem akarok egy hálátlan pöcs lenni, és már így reflexből darálja az ember, hogy köszi a 9-et, köszi a 20-at, köszi a... És nem akarom, hogy ez legyen a feelingje, hogy na. Úgyhogy ja. Közben Kakasas írja, más is panaszkodott, hogy F1-es update óta nem igazán tudja tartani a lépést a mezőnyel, egyébként az elmúlt 3 risszabomat se vetted észre. Ez rohadtul nem igaz, Kakasos, ez kurvára nem igaz. Te nem figyelsz akkor, mert házat építesz állandóan, neked megszoktam, az, hogy a legutóbbi 3-at, az biztos, hogy nem. Az, hogy 3 kimaradt, az nem. Ez most jó, most ráúszítom mind a 850 nézőt, hogy keresse vissza, hogy mikor köszöntem meg utoljára Kakasosnak a szabot. Kiderítjük az igazságot. Na, üdvözlöm azokat is, akik Football Manager streamre jöttek, és ezt eddig totálisan nem kapták meg, de pergetjük mindjárt. Vexor, köszi a 400 csírt, köszönöm szépen. Balasztinyo, 35 hónapot indul az utazás, bizony, bizony. Pereg, kaphat egy csipogást, én be se tudtam olvasni. Pörög a moderáció, srácok. Ha nem megy, akkor submód lesz, és lehet használni azoknak, akik rendszeresen itt vannak, a submódban való üzenetküldés csipogás funkciót. Ezt el akarom mondani, tehát van, tehát itt a chat alatt, mobilon nem tudom hol van egy ilyen narancssárga Nessali jel, akkor tudtok submódba is üzenni, ha valami mondandótok van, azon kívül egy XD. Szóval tudom, hogy nem jó a submód, mert petkányság, meg minden, meg nem mindenkinek van, meg nem mindenki akar fizetni, hogy tudjon beszélni, és ez tök oké. De néha egyszerűen, tehát főleg focinál, hát hogy mondjam, megfékezhetetlen az agymenés, de szóval használjátok ezt a funkciót, hogyha esetleg szábmódon nem vagytok szabok, de szeretnétek valamit üzenni, akkor azért van. Csak mondom. Na de, indítjuk a Football Managert, indítjuk a chilles zenét, és menjünk tovább, mert nagyon sok dolgunk van. Nessai, mi lesz a streamon? Na, tehát például ez... Na, nem, ne, nyugi, nem lesz kretén csetbe olvasgató stream ebből. Peregjen a szábmód. Sokáig tartott. Kéne valami. Kéne egy olyan fejlesztést hozni a Twitchnek, hogy így ilyen kérdőívet csináltathatsz, és azt így ki kell tölteni az embereknek, mielőtt csetelnek.
És akkor egy ilyen IQ-teszt jellegű, nem? És akkor nem az van, hogy persze, bazd meg, submód van, fizessen mindenki, hülye köcs. Nem az van, ingyenes kérdőív, nem tudod kitölteni, akkor nem tudsz belépni a chatre. Szerintem ez kurva jó lenne, de nem? Tehát nem semmi. Üzenném a kisfiamnak, hogy tök jó a buli, nem hallom a hangom. Szeretlek. Mi lesz itt? Mi lesz itt egy év múlva, amikor már beszélni fog? Hát már most se hallom a hangom tőle. Na mindegy, azért imádom. Töltsük a játékot, pereg. Best háttérzaj. Így is lehet mondani. No. Ott tartottunk, hogy 12 forduló telt el, és vezetjük a bajnokságot, az NB2-t, ami annyira nem nagy eredmény, hiszen viszonylag jobb játékosaink vannak, mint egy átlagos NB2-es csapatnak, tehát ez tulajdonképpen papírforma, de pörgetjük ma is tovább a meccseket, és megint rá fogunk térni egy-két dologra, amiről eddig nem esett szó, ebben a borzasztan komplex ját. Nézd meg, és beírja az asszony, hogy behallatszódott-e. Behallatszódott-e? Másból se áll a stream, mint hogy ne írjátok neki, hogy nem hallatszódik be, mert akkor sose lesz még. Nem hallatszódik be a gyerek. Soha. Hát soha. Na, hogyha... Mi a fasz ez a stream? Nem fogunk jutni ma sehova. Hát mindenről beszéltem, csak az FM-ről nem. Szóval új dolgok, amikről nem beszéltünk. Az egyik, az edzésen belül van ilyen, hogy mentorálás, és itt ilyen, hát effektíve ilyen csoportokat lehet létrehozni a csapaton belül, ami arra jó, hogy a tapasztalt idős játékosok, hát így móresre tanítsák a szemtelen fiatal kis nebulanciásokat. Rátok nyomni, hogy az asszisztens ezt most csinálja meg, rá is nyomok, és akkor látjátok, itt ilyen mentorálási csoportokat hoz létre az asszisztensem a kereten belül. És itt vannak ezek a személyiségjegyek, ezeket lehet elnyerni. Tehát például itt van a mentorálási csoport 2, a nagy befolyással rendelkező játékosok, mint például Dajcs Bence, hathatnak a kisebb befolyással rendelkező játékosokra, és mivel Dajcs Bencének határozott a személyisége, mert ugye a személyiségjegyek is hatnak arra, hogy teljesít a játékos, ezért ezt Zoltán Dávid, a kis 17 éves nebulónk át tudja venni. Tehát ez effektív egy ilyen hasznos megoldás arra, hogy a tapasztalt, jó személyiségű játékosok mentorálják a fiatalokat. Ez egy ilyen funkció a játékban, csak így gondoltam, hogy megmutatom, mert ezt eddig nem használtuk. Viszont nyilván a rossz tulajdonságokat is egyébként át tudják venni. Most azon gondolkozom, hogy ezt rábízzam-e az asszisztensre. Meg igazából tudnom kéne, hogy melyik a legjobb személyiségjegy. Megfelelően profi mentalitású, határozott. De most szerintem ezt így hagyjuk, hogy az asszisztens javasolja. Bár ez egy 4x4-es csoport, mennyi 3x12-10, egy csomó játékos nem adott hozzá. Tehát így nem tudom, az asszisztens mi alapján rakja ezt össze. De Torgelle Sanyi itt 3 embert is a szárnya alá vett, az úgy fasza. Böde Dani is itt 3-at, az jó. Hát akkor 2 több befolyású játékos van az egy... Ne, jó lesz ez így, jó lesz ez így. Illetve a másik dolog, hogy uralmam alá veszem a játékos megfigyelést, hiszen október 20-a van in-game, tehát nem sokára itt a téli átigazolási időszak, amit valószínűleg egyébként nem fogunk annyira használni, mert nincs pénzünk, meg nem is kell, de elküldjük a scoutjainkat, hogy nyomozzák nekünk a megfelelő játékosokat. Azt mondja, itt kiveszem a megbízásaikat, 4 darab játékos megfigyelőnk van ugyebár. A Chief Data Analystünk, aki ilyen elemző, az folyamatosan figyeli a következő ellenfelünket, ez oké. Okay. Na de, most jön a lényeg. Új megbízás. Azt mondja, hogy milyen játékosokat keressünk. Ez arról szól, hogy milyen játékosokat figyeljenek meg a játékos megfigyelőnk, kiket szeretnénk megszerezni. Már így nagy általánosságban.
Azt tudom megadni, hogy átigazolni akarok, az most, hogy mennyibe kerül, az legyen mindegy. Hatókör, ez a lényeg, kit akarja a pofázmányom, úgyhogy leveszem. Nemzet, magyar, yes, tehát magyar játékosokat akarok ő általa keresni. Olyan magyar játékosokat, akik legfeljebb 21 évesek, yes, bizony, nem hazudok, ez így igaz, és van egy olyan, hogy jövőbeli képesség, az legyen, most már visszarakhatom a pofázmányomat, jó vagy nagyon jó, legyen minimum jó, és a jelenlegi képessége az legyen minimum hasznos. Ezek a csillagok. Tehát várj, ez fél csillag, egy csillag, másfél, kettő, kettő és fél. Három, három és fél, négy, négy és fél, öt. Tehát mindjárt megmutatom, hogy ez mi. Tehát minimum, akkor a minimum az hasznos, az másfél csillag. Nem legyen kettő, és négy csillag legyen a potenciál. Az mennyi? Egy, kettő, három. Hát... inkább nagyon jó legyen. A játékban van-e olyan, kérdezi abban, hogy kölcsönbe leigazolsz valakit, és utána meg tudod venni? Persze, ez a szerződéstől függ, amit kötsz a játékossal. Szóval minimum kettő csillag, a jelenlegi képessége, és minimum három, és hát lehet, hogy remekre kéne rakni. Így. Jó. Illik a taktikához, igen, a jelenlegi taktikánkhoz, ilyen, ennyi. A pozíciója mindegy. És azt mondom, hogy feladat el, és ne, és hozzá kell adnom egy megfigyelőt. Mondjuk a legjobb megfigyelőnk csinálja ezt a feladatot. Mert neki nincs nagyon magyarországi tapasztalata. Erwin van der Berg, kicsit külföldi. Mind a három scoutom külföldi mondjuk, szóval mindegy, majd megtanulja. Akkor viszont inkább Khaledet küldöm el. Megerősítés. Yes. Na, és akkor Khaledet elküldtük, hogy ilyen játékosokat keressen nekünk. Megállás nélkül, és majd megszerzi őket. De hogy mit jelent ez a csillag, azt akarom nektek megmutatni. Szóval itt van Bukta Csabi, edzői jelentés. És itt van, hogy a megfigyelő szerint ő jelenleg kettő és fél csillagos. Tehát ez azt jelenti, hogy mennyire jó. Hát itt most elérhető képességnek írja, de ez meg a jövőbeli. Ez meg az, hogy ennyire lehet jó. Tehát minimum három csillag, vagy most itt ilyen diamond van, de lehet, hogy négy. Tehát, és ezeket jelenti az előbb beállított, tűrhető, szom tudja, ezek. Na, most még gyorsan beállítunk kettőt, és utána pereg, mert hogy még van két scoutunk. De így most már ez egy fokkal gyorsabb lesz. Új megbízás. Illik a taktikához, a Nessai taktikához, átigazolás, mindegy, hogy mennyi. Teljes kelet-európai régióban fog keresni a legjobb scoutunk, Erwin van der Berg, yes. Ő is fiatal, tehát legfeljebb 21 éves játékosokat fog keresni, akik minimum tűrhetőek, és a jövőben minimum remekek lesznek. Így. Feladat elkezdése, mehetsz. Yes, és akkor a harmadik scoutunk, ő pedig... ki vagy? Niklas Alexanderson. Remek. Nessai taktikáos keres játékosokat. Hát ő hol keressen? Ő is Kelet-Európába fog keresni. De ő nála, neki egy kicsit könnyebb feladatot adunk. Maximum 23 éves játékos legyen. Jelenlegi képesség az marad tűrhető, de a jövőbeli az lehet jó. Ez egy kicsit könnyebb. Kicsit nagyobb szórást adunk neki. Ja igen, töltöttem le logópacket. Jó is, hogy mondjátok, mindjárt mutatom. Meg mindjárt dobok nektek egy linket, hogyha valakinek kell. Az meg az időtartamot nem állítottam be, hogy folyamatos legyen a keresés.
Azt át kell most állítanom. Ja, meg nyilván lehetne pozícióra is szűrni, hogy mondjuk csak védőt keressem, meg ilyenek, de az most nem csinálom meg. Sőt, neki azt fogjuk adni, hogy ő nem is jövőbeli, ő jó. Ez Lucho Scout, ő kezdőcsapatbeli játékosokat fog effektíve keresni, tehát nem kurva jó fiatalokat, hanem szimplán jó játékosokat fog keresni. Tehát mondjuk 3 csillag, 1, 2, jó. És legyen 27 éves maximum. Oké, tehát ő ilyen kezdőjátékosokat fog keresni, mert a másik kettővel fiatalokat kerestetek, mert az a célom, hogy úgy lesz pénzünk hosszú távon, úgy lesz ilyen fradi szintű a csapat, hogy keressük a fiatal tehetségeket, megveszünk őket olcsón, és adjuk őket drágán. Ez a terv. Ezt kell átállítsam, hogy folyamatos. Na, úgyhogy így néz ki a játékos megfigyelői rendszer, majd jönnek vissza a kis játékos megfigyelőink hamarosan, és akkor megmutatják, hogy kiket találtak nekünk. De pörgünk tovább, ez volt a mai unalmas Nessali magyarázós rész, de akkor íme, hogy mutassam meg a logókat. Hát itt látjátok, hogy itt vannak a csapatlogók, Győrnél is itt van már, meg az NB1-ben is, már mezek is vannak, illetve arcok is, tehát aki Kondás Elemérrel nagyon szimpatizál, az itt nagyba megnézheti a fejét, meg is puszilgathatja, de aki Torgellére indul be, itt van az öreg Sanyi, és ez a pak, amit én letöltöttem, ez az fmbetyarok.hu nevezetű oldalon van fenn, és mindjárt bedobom a linket nektek a chatre. Ez egy 33 gigás pak, tehát elég nagy, de vannak benne mezek, logók, arcok, skin is van benne, azt hiszem, minden van benne. FM Graphics Pack by Varga Gábor. Úgyhogy Gábornak köszönöm én is. Ott a link a cseten. Van ebbe minden. Arc, logó, háttér, skin, minden faszomság van ebbe. Ez egy ilyen átfogó FM pack, hogyha akartok grafikákat rakni a játékba. Van benne olvas shell file is, úgyhogy benne van, hogy kell telepíteni. Nézzétek meg. Na, nyomjuk. Köszi a türelmet. Úgy. Nessa FC érvényesnek tűnő gólját nem adták meg. Ja, hát ez még az előző meccsen volt, igen. A dorogi mérkőzésem. Nessa FC új rekordot állított föl, 6 vereség nélküli meccs. Új klubrekord, gyerekek. 6 meccse nem kaptunk ki, nagyon bedurrant a taktika. Miről maradtam le? Bob Gerinek a feliratkozásáról maradtam le. Köszönöm szépen, Geri, üdvít köztünk. Peregjenek Gerinek a pingvinek. Beszéltem most Gábor kis fejlődése. Ja, ő ifi játékos, igen. És mi újság van a... Hogy hívják a magyar... Itt van. Mohamed Al-Hussein. Itt van. Felépült? Felépült Mohamed Al-Hussein. Hát statjai gyakorlatilag csökkennek, de... Ja nem, még lábadozik, jó? Ki tudja, hogy új klubrekord, a klub 12 meccse létezik. Hát jó, de attól még klubrekord. Félkor megsérült. Nagyon boldog vagyok, de csak 1-3 nap. Jó. Messi hol van? Messi, mindjárt mutatom. Ott van. Parancsoljatok, ott van Nessi. Játékos megfigyelői találkozó. Jó, majd. Elég, most még menjetek. De Bukta Csavit megdicsérjük, hát megint sokat fejlődött. Olyan edzés munkája van, hogy csak na. Nem tudom, hogy a sérülések miért vannak angolul. Gondolom, hogy azt nem lehet a nyelvi fájlokba átállítani, nem tudom. De egyébként teljesen jó a magyarítás. Vannak ilyen szavak, amik így nincsenek benne, de hát na. Annak örüljünk, ami van. Na, az Ajka ellen fogunk játszani, 19-ek, úgyhogy elvileg egy sima meccs lehet ez kezdésnek. Virkú, köszi a csírt.
Látom, hogy Bob Gary be akarja magát fizetni a csapatomba, hát ezt se nem találtam viccesnek, se nem találtam lehetségesnek, így nem tudtam erre mit reagálni. Sajnos. Lonemke, köszi a 4 hónapot. No, hogy állnak a drágáink? Hát teljesen el is feledkeztem a fiúkról itt a hétvége alatt, de mindenki fit. Öde, Torgelle, Bukta, Csobot, Tajti, Filkor, Pászka, Bobál, Izink, Preklet, Gundi. Ez az alapkezdő csapatunk, ugye? Igen, igaz. Ugye Cív, Dominik és Bukta Csabi versenyzik nagyon itt a kezdő pozícióért. De most nagyon elkaptuk a szekeret, úgyhogy nem változtatok a kezdő csapatom. Kérdezi Ballastinho, hogy kell-e új mentést kezdeni a grafika pakkokhoz? Nem kell, nem kell. Hát én se kezdtem újat, hanem most raktam be a hétvégén. Asszisztensnek átadjuk a csapatbeszélgetést, mi azt mondjuk asszertívan, hogy elképesztően nyerő emberek lesznek, és mehetünk is. Na! Ébresztő! Jó reggelt mindenkinek! Nesze FC, Ajka! Összecsapás az NB2-ben. Meg kell tartani a vezető helyünket, lássuk. Egyből egy jó szöglet, Tajti, keresi, Izing, Martin Böde gól, kész. Gyerekek, hát így kell ezt csinálni. Easy peasy, lemon squeezy. Holnap Keresztes Bence visszatér Szent Lőrincre játszani a Kaposvár ellen. Hát, itt úgyse sok lehetőséget kapnálunk. Na, nem kellett sokat várni. Tajti beíveli, tovább csúsztatja, Izing és Böde. Hát gyakorlatilag az üres kapura 3 méterről. A gólkirály jelöltünk tovább termel. Ja, hogy Bob Gary Bobág... Na várját, állj, stop! Tehát faszom! Honnan kéne nekem a Twitch nevéből kitalálni mindenkinek, hogy... kicsoda a való életben, tehát én... Azért, mert tele van a chat NB2-es meg 1-es focistákkal, hát honnan tud... Jó, hát megír... Na, most különíthetek el transferbüdzsét a másik Bobára, kiváló. Hát honnan legyen ennyi pénzem? Na, tessék, és majdnem a másik Bobá majdnem abban a pillanatban ott a fejes gól. Szóval Geri, hello, jövőre megoldjuk, NB1-be megoldjuk, de akkor hozni kell a tavalyi formát, vagy kivásárolod magad, ez még egy opció lehet. Jó, most már írtátok 80-an, hogy Bob Geri a valós Bobál, de na, hát nem esett le. Akkor megoldjuk, de hát nincs büdzsé még. Nézd meg, ott van Böde, tehát hogy azért ott a második. Sanyi úgyis visszavonul, jöhet helyette. Végül is. Végül is Ersanyi helyére egy kis fiatalítás. Sanyi nem megy nyugdíjba, pályán fog meghalni. Ilyet nem mondunk. Meg azért ne felejtsük el, hogy Kenesei is ott van. Ez így nehéz lesz. Hová Gerinek, köszönjük szépen az 5-ös subgift bombot a cseten. Nagy a nyomás, nagy a nyomás. Mindjárt megnézzük a statjait. Köszönöm szépen, Geri. Sanyi olyan, mint Dombi, igen. Na, Bukta Csabi? Csabikám, be gólt kéne lőni, mert ott... Kevin az be akar állni a csapatba, nagyon. Egy lövése volt szerencsétlen Ajkának. Cserepad is jó. Nehogy már! Ennyi góllal elfog... Na ez a baj. Ez a baj, bazeg. Ez a hozzáállás a baj. Szia, Bidész és Gamezos! Köszi a 40 hónapod. Nézd meg, önelégült a csapat. Jó, fél időben 2-0, easy. Nyomtam a csapat megbeszélést. Na most...
Jó, csak nem szopjuk be, három lövésük volt gyakorlatilag. Eddig easy. Az a baj, más már le is fújhatnák az MB2-t, olyan jó haladunk. Belügyminiszter, szevasz, köszi a csírt, pereg a csír Bobgeri tesomszra, Portugálból kölcsönbe vissza állami támogatással. Ennyi. Belügyminiszter elintézi Gerinek az átigazolását. Sima ügy. Játszok eleget élőben. Ja, értem. Jogos. Jogos. Na nézzük, 66. perc, lassan cserélünk, de még Tajti Matyi elindít egy helyzetet. Bukta Csabi. Kihúzódott Böde? Ki van mellette? Sanyi vagy Böde? Az Böde, de bukta egyedül, most jön be középre. Nincs fejes, Tajtihoz vissza. Pászka. Pászka, Tajti, na! Na, egy jó mélységi paszt hadd lássak, Matyi, azaz! Kevin, nem is Kevin vár ugye a kispadon, hanem... a másik Dominikunk. Bukta Csabit lehozzuk. Ersanyi helyére meg beküldjük Nagy Bencét. Ennyi elég egyelőre. Szevasz Kriszta. Amúgy mennyire durva, hogy ebben a pakban még MB2 összes focistájának a fényképe is benne van. Nagyon kemény. Heffler. Ó, most bosszút áll, nézd meg! Heffler bosszút állt. Azért, mert nem került be a redesignolt csapatba. Mekkora szabadrugás volt. Atya úristen. Az nem volt finom. Hát azért Gundi benne volt. Rövidre állítunk sorfalat, akkor a hosszúra nem kapunk gólt. Csúnya volt. Kettő egy. Azért most itt a végén nem szeretném beszopni, úgyhogy egy kicsit óvatosabb támadásra, vagy fölállásra átállunk. Meg még egy jó időhúzó csere. Deutsch Bence hogy nem játszik? Gyerekek, elfogy a tau. Mármint, hogy nyugi. Lehozzuk a sárgás Tajtit. Tipmixen megtette Gundi, a mindkét csapat gólt szerez. Ja, értem. 86. perc, 2-1. Aki FM-ezik, az tudja, hogy ilyenkor szokott jönni az FM szopatás. Bár nem, mert az a 90. után hosszabbításba. Nem állok visszavédekezni, mert be fogjuk szop. Szop. Visszamegyünk támadásra. Gyerünk, srácok, még egy gólt csapassunk oda a végére? Be is kiabálok nekik. Hol van az? Halljátok? Koncentráljatok. Rákiabáltam egy koncentrálósat. Telóra a játék 3000 forint. Hát igen, de telóra... Oké. Az Ajkának három kaput eltaláló lövése volt, abból kettő gól. Heffler dupla. Hát! A bosszú beütött. Na most ki ne talált, hogy kapunk egy harmadikat, mert itt helyben nyomok egy hátraszaltót. De úgy, hogy pofára essek. Nem tetszik ez a labda birtoklás. 91. perc, Kenderes. Csizmadia. Nagy. Húzzák az időt, most kell megtámadni. Azért Gegenpresst játszunk, gyerekek, támadjunk már le. Lakatos. Lakatos. Kenderes. Itt mindenki valamilyen es ebbe a csapatba. Csizmadia. Azért nem hiszem, hogy pont... Így folytatjuk, nem izé Bobágeri igazolás lesz, hanem a tesóját is eladjuk. Hát mi ez a védelem? What? De mi? A faszom.
Hát... Simo Lacika, köszi a csírt duplán is. Csapat megbeszélés. Na, ezt most nem teszitek zsebre, bazd meg. Elvárom, hogy ott legyetek az edzésre holnap, ilyen teljesítmény után nem érdemeltek pihenést. BAM! Abba a pillanatba motiváltak. Helyes. Na jó. Itt van a Geri. Nézd meg, hát de ez a mosoly, ezt külön az FM-re csináltatta. 7,7 millió az érték? Na jó, adjuk hozzá a kívánság listánkra. Az a baj, hogy nagyon erős a kívánság list. Hol van a kívánság listám? Tehát ez a baj, két csatárunk van rajta, a Zsóri Dániel, meg most már Vová Geri. Nézzek, milyen statja? Mi? Nem játszott ért? Micsoda? Nem játszik az ET-ben? What? Nem lépett még pályára kezdőként az NB1-ben? Na, a sok Twitch bazd meg, nézd meg. De hogy? Ki játszik az ET-ben akkor? Ja, Radó. Radó. Mármint. Leonel Altobelli. Vág, tiszta vagyok az ETE keretével, amúgy, abszolút. Hát jó. Akkor legalább könnyebb lesz megszerezni. Ja, még leszkautoljuk, hogy mennyibe kerülne. Játékos figyelés, kívánságlista. Elemzői jelentést kérek. Igen. Zsóriról már van jelentésünk? Róla már van. Itt még nincs. Megfigyeljük. Avid, szevasz, szép napot neked is, és nem robot, köszi a 3 hónapnyi feliratkozást. Hát nem indult jól ez a mai teljesítmény. Gyerekek, nem az igazi. Ja, de hülye vagyok, igen, hát... Egy évvel korábbi a játék, mondjuk, szóval... Mert írja Szántoró, hogy most már ezeknek a játékosunknak a 85%-a nem az ET-ben játszik. Hát a 85% az túlzás, gondolom, de... Ja. Na, mi? Honvéd? Ja, kupa meccs jön a Honvéd ellen. Ó... Ha nem jó melegítettünk erre. Oké, és... Na most megnézzük, hogy mit tudunk egy NB1-es csapat ellen, gyerekek. SFC Honvéd. 2.75-ös ott van ránk. Magyar Kupa második forduló. Én megtenném. Na, Dajcsot visszarakjuk a kezdőbe. Prekletet pihentetném, de... Ja, Wackler már nem sérült, csak... Igen, az erőlét az ott, az még csak most épült föl. Szív Dominik bejön, Bukta pihen, Csobot Kevin is pihen, Nagy Bence játszik a helyén. Ma a legerősebb kezdőnk lesz. Keneseit berakjuk szuper cserének. A tapasztalat számít. Nagyon fáradtak a játékosaim, az a bajom. De annyival gyengébb a kispad, hogy az meg a másik bajom. Jó, nyomjuk így. Persze sok külföldi. Nálunk itt bezzeg csak magyarok vannak. Na, csapat megbeszélés. Adjatok okot az ünneplésre. Bízom bennetek. Felejtsük el, mondjuk, hogy pihentünk az Ajka ellen. De tovább kell jutni, mert a vezetőség a sarkamra lép. Na nézzük. Az első nagy megmérettetés. Közben Mr. Levi, köszönöm szépen a csírt. Neked is meg is teszem mixen egy százassal. Helyes. Na,
Nesze FC Honvéd, gyerünk! Első helyzet, Tajti szabadrugással, jók vagyunk pontrugásból, jön a labda, kapufa! Felső létsz. Nem baj, nem baj. Ez jó, jó erőfelmérő volt. Gyerekek, a statot nézitek, abszolút uraljuk a mérkőzést. Nem volt még lövése a Honvédnak negyed óra után. Csak maradjon is így. Ha nem lesz továbbjutás, unsubolok. Micsoda? Simán továbbjutunk. Frusztráltak a fiúk. Kicsit meg kéne őket nyugtatni. Nem tudok bekiabálni. De miért vagytok frusztráltak? Nyugi, meg lesz a gól, nem kell izgulni. Jó, lehiggadtak, jó. Nem eseménydús a mérkőzés. Hogy van a Magyar Kupa továbbjutás? Hosszabbítás 11-es? X után? Második körbe? Nem lámpalázasak, azt külön írja a játék, hogyha izgulnak. A frusztráció az nem azt jelenti. Támad a Honvéd. Azt hittem megvan a szerelés, de nincs meg. Mutari. Jó, cipeli. Egy ember menjen ki csak a szélre. Eli G-re, jó, hogy nem Ogli G. Szép a szerelés. Wachtler, ott az indítás. De nem tudta megszerezni. Te tolódás, hát Pinyő, Visita, Nagundi. Jó. Ne aggódj, úgyse lesz X. Nyugi, nem lesz X, mert megnyerjük. Bobál, szép. Felhőfejessel felszabadít, de marad a labda a vendégeknél, gazdag. Ez egy nagyon szép keresztpassz, Ugrai. Pároslább, pároslább. Gundi, jó. Nem nézzük meg még egyszer az ígyszerüket. Na, inspiráltak a srácok. Elkezdett focizni a Honvéd, jobb lett a hangulata a játékosainknak. De veszélyes helyről a szabadrugás, Ugrai tekeri be! Kapufa. Jó, kapufák számába is egyenlítettünk. Így az első fél idő végére. Cif pedig megsérült, ha jól láttam, úgyhogy majd cserélni kell. Megdicsérem a fiúkat, mert kivéve a csatárokat. Úgy. Azt mondja, hogy Cif, erőlét 46%. Na, akkor bukta Csabi durram. Egy csere a fél időbe, gyerünk! Gyerünk, fiúk! Peregjem! Itt nem a Honvédnak kéne támadni. Kovács, Ugrai, most kell elvenni, bukta Csabi, gyerünk! Törj előre, mint az állat! Gyerünk, Csabikám! Gyerünk! Jó futás, szólóba! Az is jó passz! Böde! Böde! Egy az egy, ott van! 1-0! Semmi les! Gyönyörű! Bukta Csabi jött, látott, kiosztotta a gólpaszt. Ennyi. Ott van meg. Ott van meg. Ő kicsit lesgyanús volt ott. Ja nem, ott fel. Baloldali védő beragadt. Gyönyörű. 1-0. Abba a piatból ott a csír. Levinek jön a mixe. Na most már csak meg kéne tartani, de nem merek visszaállni, védekezni. Ha magunkra húzzuk a Honvédot, abba baj lesz, kell még egy gól, Tajti. Várjuk is tőle a keresztlabdát, nagy. Ott megy a védő, ne legyél önző, ne stoppold a labdát, gyönyörű, Wachtler. Bödét lehet keresni középen, nem így. Tudom, hogy kisgyerek az a Mutari, de nem kéne belerugdosni a labdákat. Ajaj, nem most baj. Baszom, Ugrai nagyon jól játszik, most is elviszi. Nem lesz több válogatott meghívó! Jézusom, mit védett Gundi? Ja, de les volt, jó. Fielkor önelégült. Mi a faszomra önelégült a Fielkor? Nem tudok bekiabálni a fiúknak. Mondom, bekiabálta segédedzőm.
85. perc, cseréljünk. Albertet behozzuk, besárgult mind a két középső középpályás, úgyhogy muszáj cserélni. Mind a két középső középpályást lehozom. Úgy. Kicsit hát, ha így tudunk brúztolni. Visszaállok. Egy óvatosra visszaállunk a támadó szellemiségből. Most már 15 perc van hátra, ki kell húzni. Jó 1-0. Sose rossz. Bukta Csabi is begyűjtött egy sárgát. 4 sárgánk van, 5 sárgánk. Hát azért rúgjuk a Honvédot, ahol érjük. Bobál is egy sárga. Nyugi, 5 perc. 5 perc. Csak a biztos rövid passzok, gyerekek. Csak a hát ez egy biztos hosszú passz volt, de az is jó. Nyugi, nem sietünk, nem kapkodunk. Versenyinek a fejére rossz volt az ívelés, ilyet is ritkán látunk. Támad a Honvéd, 87. perc, jó mélységi labda. És kipatta Idi ez a szélre. Undi! Ott van! Jó, nyugi. Nyugi, nem izgulunk. Na most kell stoppolni a labdát. Az a szá, nyugalom, nyugi. Most kell bekiabálni a nyugi. Én nem tudok bekiabálni, hogy nyugodjanak meg a... 89. 90. 2, 3. Jó, utolsó támadás. Utolsó támadás. Nyugi! Nyugi! Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Idi. Jó keresztlabda. Ne csúszunk el. Nem jó! Baszdmeg! Éppen hogy? Hű. Na hát most az égiek velünk voltak. Georgi le lett fizetve. Fölé talpalta. Jó, vége. Fújd le, Spori, fújd le, ott van. Allé, 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 allé. Nessa FC, Nessa FC. Leszopatunk mindenkit. GG. Ott a mix, én mondtam, hogy megéri megtenni. Tovább jutás a Magyar Kupába. És kaptunk 800.000 forintot, érted? KP-ba. KP-ba adták, ott a, adták át a stadion előtt. Mr. Levi, köszi a csírt, jött a mix, sima, és Juice, köszi a subgiftet Kim Lornak. Köszönöm szépen, srácok. Nefik elment. Ennyit volt hajlandó ma szerepelni. Átfeküdt a másik oldalra. Jó, na. Ajkai Betli után kellett is. Harmadik forduló sorsolás, nézzük.